Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 151. dicséret első verszakát, a 151. dicséret első verszakát énekeljük, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Foglalva folytassuk Urunk Istenünk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 419. dicséretet, annak az első három verszakát énekeljük. A 419-es dicséret első három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Amen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliumában, az evangélium 21. részében, a rész 18. versétől a 22. verséig terjedő igeszakaszban. Istennek ígéje így szól hozzánk a megnevezett igehelyről. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: ne teremjen rajta a gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Jézus így válaszolt nekik: bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit hittel kértek imádságotokban, megkapjátok. Boldogok, akik hallgatják Istennek szent ígéjét, de hogy az ígének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk, ezért gyertek, hajtsuk meg fejünket Istenünk előtt, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által hálaadással állunk meg a te színed előtt, ennek a napnak a kezdetén. Hála van a szívünkben azért, mert kaptunk a te gondviselésed által egy újabb lehetőséget, egy lehetőséget arra, hogy éljünk. Éljünk veled, tisztán és szabadon. Egy lehetőséget arra, hogy tegyük a jót. Ne azt a jót, amelyet a világ mutat nekünk, amely bűnnel szennyezett, amely nem tiszta, hanem sokszor képmutató, hanem azt a jót, amit te mutattál nekünk. Istenünk, bocsásd meg, ha sokszor mi erre képtelenek vagyunk. Ha sokszor nem vágyunk mindarra, hogy ezt megéljük az életünkben, nem vágyunk arra, hogy megcselekedjük, nem vágyunk arra, hogy a te színed előtt megálljunk, és megvalljuk bűneinket. Istenünk, most itt vagyunk, a te házadba, ígéd közelébe, és hiszük, hogy a te jelenlétednek a közelébe. Engedd, Istenünk, hogy megvalljuk bűneinket, megvalljuk gyarlóságainkat, nyomorúságainkat, amelyek sokszor akadályok abban, hogy az igének hallgatása valódi ige hallgatás legyen. Akadálya annak, hogy megteremjük az igének drága gyümölcsét, azt a gyümölcsöt, amelyben te gyönyörködsz. Kérünk, hogy szent lelked által most légy jelen közöttünk. Tisztítsd meg a mi szívünket, a mi lelkünket. Engedd, hogy meg tudjuk üresíteni magunkat ebben a néhány percben. És engedd meg azt is, hogy ezt az ürességet ne mással, ne hiába való gondolatokkal, hanem veled és a te ígéddel töltsük meg. Így állunk most te előtted, így kérjük szent lelked közösségét, kérünk arra, hogy áld meg az igének hirdetését, és áld meg annak hallgatását, hogy ne szóljék a te ígéd hiába. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat. Ámen. Készüljünk, Urunk Istenünk, ígének a meghallására, annak szívünkbe fogadására. Erre készülve, fennállva énekeljük a 425. dicséret első verszakát. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you.
az a szent ige, melynek alapján az Istennek üzenetét és akaratát hirdetni kívánom köztetek, az ő szent lelkének segítségül hívása által, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a levél harmadik részében a rész első versétől az ötödik verséig terjedő ige szakaszból. Amíg Istennek igét felolvasom és azt magyarázattal kísérem, a gyülekezet foglalja el a helyét. Így szól hozzánk Istennek szent igéje a megnevezett ige helyről, közelebbről Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a harmadik részből, a rész első öt verséből a következőképpen. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert azt nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírnátok el, mert még testiek vagytok. Amikor pedig irítség és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé. Nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy, ahogyan megadta nekik az Úr. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a gyümölcstermés az ember életében mindig egy olyan alkalom, amelyet nagy várakozással és nagy izgalommal vár az ő életében. Egy olyan alkalom, amelyre úgy tekint, hogy jönne már el ez az idő. Legyen szó akár egy veteményes kertről, legyen szó egy munkáról, amit elvégzek, vagy legyen szó az életemről. Az ember szeretné látni azt, hogy a befektetett munkának milyen gyümölcsét fogja megkapni. Hogy milyen gyümölcsöt fog teremni az, amire gondot viselt, az, amiben ott van az ő munkája, az ő ereje, az ő akarata, ott van mindaz, amit belített. A gyümölcstermés egy áldott alkalom az embernek az életében. Mindannyian termünk gyümölcsöt. Mind a hívő, mind pedig a hitetlen ember. Mindenkinek vannak gyümölcsei. Minden életnek vannak olyan ajándékai, minden életnek vannak olyan gyümölcsei, amelyeket meg lehet látni, amelyekről egy képet kapunk arról az emberről, aki megtermi azokat. A gyümölcstermésben látjuk azt, hogy milyen az embernek az élete. Látjuk azt, hogy milyen a körülménye, amelyben él, amelyben létrehozza azt, amit a szemünk előtt látunk. Sokszor az ember azonban nem akar szembenézni ezzel a terméssel. Sokszor az ember nem akarja learatni azt, amit elhozott az ő életében. Miért? Azért, mert talán nem megfelelő módon tette az életében azt, amit tennie kell. Talán nem azt az utat választotta az ő életében, amelyet az Isten odarendelt neki. Talán nem úgy viselt gondot az ő életéről, a lelkéről és a testéről, ahogyan azt az Isten megszabta neki. És ilyenkor az ember inkább elfordul a gyümölcstől. Próbálja titkolni, próbálja elrejteni, vagy próbál tudomást sem venni róla, mintha nem lenne ott, mintha nem lenne nyilvánvaló az, hogy az életünk milyen gyümölcsöket terem. A felolvasott ígében, a korintusiakhoz írott levélben Pál apostol a korintusi gyülekezet gyümölcseiről beszél. Olyan gyümölcsök ezek, amelyeket nem szívesen hallgatunk. Olyan gyümölcsök, amelyeket legszívesebben letagadnánk. Mert amikor a hívő ember olvassa ezeket a sorokat, és látja azt, hogy egy gyülekezet, az a gyülekezet, akire sokszor felnéz,
akinek az életéből tanul, az olyan gyümölcsöket terem, mint az irigység. Az olyan gyümölcsöt terem, mint a viszálykodás és a pártoskodás. És az ember sokszor nem tudja mindezt összeegyeztetni azzal az élő Istennel, aki munkálkodik egy gyülekezet közösségében. Aki munkálkodott egykor a korintusi gyülekezetben, és munkálkodik a mi gyülekezetünkben is. Pál apostol nagyon célra törően és nagyon tisztán fogalmazza meg a korintusi gyülekezetnek mindazt, amit ő lát az ő életükben. Nem próbálja szép ruhába öltöztetni. Nem próbálja kiszínezni a dolgokat. Nem próbálja úgy a sarokban seperni a rossz dolgokat, és csak a jó dolgokat előhozni. Mert Pál apostol tudja, hogy azzal segít a legtöbbet, és azzal mutatja ki leginkább a szeretetét, ha nevén nevezi a dolgokat. Ma az ember sokszor, és a világ sokszor azt gondolja, hogy akkor segít, hogyha nem nevezi nevén a dolgokat. Hogy a bűnt nem nevezi bűnnek. A hazugságot, az árulást, a csalást, a lopást, a gyilkosságot. Teljesen mindegy, hogy milyen bűnről beszélünk. Ma a világ azt mondja, hogy ne nevezd néven a bűnöket. Legfőképpen ne egy másik embernek az életében. Mert senki sem mondhat ítéletet a másikról. És ez igaz. Isten maga jelentette ki a számunkra. Nincs ítélkezés. Az ítélkezésnek hatalma az Istennél van. Nekünk nincs jogunk erre. De a szeretetnek van egy olyan csodálatos oldala, hogy a szeretet rámutat a hiányosságokra is. A szeretet rámutat azokra a dolgokra is, amelyek úgy meglapulnak a sötétben, és bemocskolják az új ruhát, amit Krisztustól kaptunk. Miért? Nem azért, mert ártani akar. Pál apostol nem azért feddi a korintusi gyülekezetet, mert gyűlölni őket. Szerette ezt a gyülekezetet, nagyon közel állt az ő szívéhez. És ebből a szeretetből az fakad, hogy elmondja azt, hogy milyenek azok a gyümölcsök, amelyek mutatkoznak a gyülekezetnek az életében. És ha ez a gyümölcs az irigység, ha ez a gyümölcs a veszekedés, a viszálykodás vagy a pártoskodás, akkor ezeket fogja mondani. Nem fogja azt mondani nekik, hogy köztetek egyetértés van. Nem fogja azt mondani, hogy ti felemelitek a szegényt. Nem fogja azt mondani, hogy nálatok nincs paráznaság, mert van. És azért mondja, hogy tudjanak változtatni. Ebben a szeretetben megmutatja a szabadulásnak és a szabadságnak útját. Aki így fordul a másik emberhez, a szeretetből szól hozzá. De természetesen át lehet esni a ló másik oldalára, amikor egy embernek, egy gyülekezetnek, egy közösségnek, egy családnak azért sorolom fel a nehézségeit, a bűneit, a hiányosságait, hogy magamat jobban érezzem tőle. Hogy elmondom neki, te milyen rossz vagy. Elmondom, hogy neked miért nincs ez. Hogy neked jobban kellene élned, de nem azért, hogy segítsek rajta, nem azért, hogy bármin is változtasson az ő életében, hanem azért, hogy a saját kis bűnös lelkiismeretemet megnyugtassam, hogy lám, vannak rosszabbak is nálam. Vagy csak úgy az ember néha szereti kitombolni magát, és sokszor a másik emberen tölti ki az ő haragját. Pál apostol nem így fordult ehhez a gyülekezethez, hanem szeretettel és szeretetben. A gyülekezethez, amelyben egy nagyon fontos megállapítást tesz. Elmondja, hogy milyen gyümölcsöket lát most a gyülekezetben, elmondja azokat a rossz dolgokat, de azt is elmondja, hogy miből fakad mindez. És amikor elmondja, nagyon meglepődik az ember. Az irigység, a harag, a gyűlölet, a viszálykodás Pál apostol szerint egy dologból fakad, hogy még lelkileg kiskorúak. Olyan szemléletes az a példa, amit Pál apostol használ. Olyan tökéletes példákat tud használni. Azt mondja, én nem tudtam úgy beszélni hozzátok,
mint a hitben előre haladottakhoz, mint a felnőttekhez, hanem tejjel tápláltalak benneteket, mint a gyermekeket, akik még képtelenek megemészteni a kemény eledelt. És sokszor az ember félreérti mindezt Pál apostolnak a szavából. Sokszor azt gondolja a hívő ember, hogy akkor Pál apostol két Krisztusról tesz bizonyságot. Van egy Krisztus, akit azoknak mond, akik még most kezdik a hitnek útját. Van egy Krisztus, aki azoknak szól, akik éppen beestek a templomba, vagy most nyitották ki először a Szentírást, vagy csak úgy meghallottak valamit az ige hirdetésből, vagy egy másik embernek az életéből. Van egy ilyen Krisztus, és van egy olyan Krisztus, aki a felnőtteknek szól, akik már előrébb járnak, akik már járnak a hitnek ösvényén, akik ott vannak már az Isten közelében, pedig nem erről van szó. Pál apostol egy Krisztusról tesz bizonyságot, és Krisztusnak nem is csak egy oldalát mutatja be. Itt arról van szó, hogy hogyan tesz bizonyságot előttük. Pál apostol arról beszél, hogy nem lehet egy óvodásnak és egy iskolásnak ugyanúgy beszélni Krisztusról. Nem lehet ugyanúgy tanítani őket, mert más az, ahogyan meg kell szólítani, és ezt mi is látjuk, ezt mi is tapasztaljuk. Mert nem ugyanúgy kell beszélni egy óvodással, mint egy iskolással, mint egy egyetemistával, mint egy olyan emberrel, aki már leélte életének nagy részét. Másként kell megszólítani, másként kell lekötni. Óvodásként sokszor olyan vonzó az élet. Sokan mondják, hogy bárcsak vissza lehetne menni oda. Gondtalan. Nem kell törődnöm semmivel. Nem kell figyelnem igazán semmire az életemben, mert én vagyok a középpont otthon. Én vagyok az, akit mindenki szeret, aki bármit megtehet, akinek mindig megbocsátanak. És az ember nem vágyik a felelősségteljes életre. Sokszor nem vágyik arra, hogy elszámoljon az ő cselekedeteivel, vagy hogy megálljon a saját lábán. Az ember sokszor vágyik erre a kiskorúságra. És Pál apostol olyan elszomorító képet mutat a korintusi gyülekezetről. Mert nem csak azt mondja, hogy akkor nem tudtam úgy szólni hozzátok, mint a hitben felnőttekhez, hanem azt mondja, még most sem tudlak benneteket így megszólítani, pedig már hosszú idő telt el. Ez a gyülekezet megállt az Istennel való kapcsolatban, sőt, távolodott tőle. Mert az Istennel való kapcsolatban az a csodálatos, kedves testvéreim, és egyben az a nehézsége is az Istennel való kapcsolatnak, hogy abban nincs olyan, hogy megállok. Vagy közeledek az Istenhez, vagy távolodom tőle. Nincs olyan, hogy azt mondom életemnek egy pontján, hogy nekem így jó. Én már tudok sok verset a Szentírásból, tudok hosszan imádkozni, tudok olvasni, tudok templomba járni, nekem ennyi elég. Én már nem akarok haladni a hitnek útján, mert ez is elég az én számomra. A Szentírás azt mondja, nincs ilyen. Vagy haladunk az Isten közelébe, vagy távolodunk tőle. És aki azt gondolja magáról, hogy megállt, hogy most így jó, most nem akarok tovább menni, az is távolodik az Istentől. Az is egyre messzebb kerül az ő kegyelmétől és az ő szeretetétől. Ezért nem lehet az, kedves testvérek, hogy a hívő ember egyszer csak megáll. Nem lehet az, hogy állandóan ebben a kiskorúságban éljünk. Hanem Isten azt akarja, hogy menjünk tovább. Isten azt akarja, hogy éljünk egy teljesebb életet, egy kibontakozottabb életet, amelyben ott a szeretet szolgálat, ott a másikkal való kapcsolat, ott van olyan sok minden, amit a lelki kiskorúságban nem élhetünk meg. Pál apostol ezt az utat mutatja meg, és azt mondja, azért van köztetek irítség. Azért van köztetek veszedelem, azért van köztetek pártoskodás, mert így éltek. Mert nem akartak tovább haladni az Istennek kegyelmében. És ne gondoljuk, kedves testvérek, hogy mindez csak a korintusi gyülekezetnek szólt. Ne gondoljuk azt, kedves testvérek, hogy az Isten ígéje
Pál apostolnak üzenete nekünk nem szól, mert nekünk is szól. Mert Istennek hála, hiszem, hogy mindnyájan elindulunk, vagy elindultunk a belevaló kapcsolatban. Meghallottuk az ő kegyelmét, az ő szeretetét. Meghallottuk az ő hívását. És utána menni kell tovább. Haladni vele az úton. Haladni a szeretetben, és haladni az ő titkainak megismerésében. Nem megállni. Mert ha megállunk, ha azt mondjuk nekünk ennyi elég, akkor jön a mi életünkben is az, ami jött a korintusi gyülekezetében. Olyan érdekes az a sorrend, amelyet Pál apostol meghatároz. Először azt mondja, irítség támad közöttetek. Aztán jött a versengés, jött a harag, és végül a pártoskodásba ütött át a dolog. Egyik ember megirigyelte a másikat. Egyik ember azzal kérkedett, hogy én Pál apostolnak az ige hirdetésére tértem meg. És azt mondja, én Pálé vagyok. A másik azt mondja, én Apollósnak az ige hirdetésére. Tehát én Apollós vagyok, Apollósé vagyok. És versenyezte, ki nagyobb, Pál apostol vagy Apollós? Melyik gyülekezeti tag ér többet? Ki a nagyobb a gyülekezetben? Kedves testvérek, a gyülekezetben mindnyájan egyformák vagyunk. Mindnyájan ugyanarra a kegyelemre vagyunk szorulva. Nem kevesebbre, és nem többre. Krisztusnak a váltságára. Ezért mondja a Pál apostol, hogy nincs olyan, hogy én Apollósé vagyok. Nincs olyan, hogy én Pálé vagyok, mert mindnyájan Krisztusé vagyunk. Mert ki Apollósé és ki Pál? A Krisztusnak szolgálja. Egy esendő ember, akik szívében ott van a bűnnek gyökere. Az ember ott követi el az életében a legnagyobb hibát, és igazából itt most mindegy, hogy hívőről vagy hitetlenről beszélünk, hogy sokszor embereket kezd el isteníteni. Embereket helyez Isten helyére. És eljön az idő mindenki életében, amikor csalódik abban az emberben. Csalódik az ő cselekedetében, az ő szavában, mert az ember magában hordozza a csalódásnak lehetőségét. Mert a bűn mindannyiunk szívében ott van, kivétel nélkül. Egyikünk sem tud úgy tenni ellene, hogy egyik nap azt mondom, levetem és többé nem követek el bűnt. Mert sajnos ott van a szívünkben, és naponként vétkezünk. És éppen ezért egyik ember a másikban csalódhat. De az ige azt mondja Istenről, hogy ő változhatatlan. Hogy ő szent, ő bűn nélküli, ő más, mint mi. És azt mondja, ne az emberekben bízzatok. Ne őt istenítsétek. Ne Pál apostolt, ne Apollóst, ne a presbitert, nem a lelkipásztort. Ne miatta kerüljetek az Isten közelébe úgy, hogy átveszi az Istennek helyét, és nem miatta kell templomba járni, vagy nem miatta kell olvasni az Istennek igéjét. Mert lehet bennük csalódni, és mi történik, amikor csalódik az ember a másikban? Akkor sokszor csalódik abban is, ami képvisel, és sokszor egyenlőséget tesznek ember és Isten között. Sokszor azt mondják, mivel az Úr szolgálja, és itt most nem csak a lelki pásztorról van szó, hanem minden gyülekezeti tagról, hiszen mindnyájan az Úrnak szolgái vagyunk, így él, ilyen dolgot tesz, akkor az Isten is ilyen. És azt mondják, nincs és nem kell ilyen Isten a számunkra. Pál apostol látja ennek a veszélyét, és nem engedi meg azt, hogy az emberek dicsőítsék és magasztalják őt. Hanem azt mondja, hogy most már itt van az ideje, hogy meglássátok Krisztust az én életemben, és meglássátok a magatok életében is, hogy ugyanaz a Krisztus, ami megváltunk, ugyanaz a megváltás a miénk, ugyanaz a szeretet vesz körül bennünket, nem vagyunk ilyen módon mások. Mások a feladataink egy gyülekezetben, a világban, amit el kell látnunk, de a célunk, és a célhoz vezető út az ugyanaz, az örök élet,
az Isten közelében. Nem más, nem kevesebb. Mindannyian ugyanazon az úton kell megérkeznünk. Mindannyiunknak más. Máshol vannak a buktatók, máshol vannak a kövek, máshol vannak azok a helyek, ahol éppen elcsábíthatnak bennünket. De ugyanarra haladunk, kedves testvérek. És ezen az úton mehetünk együtt, közösségként. Ezen az úton haladhatunk egymást támogatva. És a korintusi gyülekezetben ez a támogatás nem volt meg, mert viszálykodtak, mert irigyek voltak, mert harcoltak egymással. És amikor egy gyülekezet így széthúz, vagy egy család, amikor így nem tud megegyezni saját magával, az egyik jobbra megy, a másik balra, a harmadik el sem indul, akkor az széthullik és gyenge lesz. De amikor a gyülekezet össze tud fogni, amikor egy család egy szívvel és egy lélekkel tud egymás mellett lenni, akkor igaz lesz az, amit Jézus Krisztus mondott, hogy bármit megtehet. Olyan dolgokat, amelyeket el sem tud képzelni ez a világ. Olyan dolgokat, amelyre azt mondja a világ, hogy ez lehetetlen. Vagy azt mondja, hogy ez bolondság. A gyümölcstermés az, amely megmutatja mindezt, hogy mi milyen úton járunk. És jó, hogyha az ember mind egyénileg, mind közösségileg olykor számadást tart az életében, és az igének mérlegén megméri az ő gyümölcstermését. Megnézi azt, hogy mi az az ő életében, amit elhozott az Istennek, amivel kedveskedni akar az Isten színe előtt. Mert nem véletlenül olvastam fel az ige szakaszt, a terméketlen fügefáról Máté evangéliumában, hát Jézus figyelmeztet. Isten odaadja nekünk az új életet. Isten elültet bennünket, gondoz bennünket. Engedi azt, hogy megteremjük a mi gyümölcsünket. De ha nem termünk gyümölcsöket, ha a mi gyümölcsünk rothat lesz, és olyan, ami használhatatlan, azt az Isten nem állhatja. Arra az Isten nem mondhat igent. De ha mi gyümölcstermésünk Istennek tetsző, akkor Isten meg fogja áldani. Megsokasítja. Nem csak a mi életünkben, hanem a többi embernek az életében is. A környezetünk életében, a mellettem ülő életében is. Így lehetünk egymás mellett. Így nézhetünk egymásra. És így hordozhatjuk egymásnak terhét. Én kívánom, hogy mindnyájan lássuk meg ezt a mi gyülekezetünk életében, lássuk meg a személyes életünkbe, és tapasztaljuk meg, mit jelent Istennek tetsző gyümölcsöt teremni, amelynek nem az a célja, hogy a saját dicsőségünket emelje, hanem az, hogy kifejezze Isten iránti hálánkat, amely hála leginkább abban gyökerezik, hogy Jézus Krisztusban megváltotta az életünket, sőt, kihozott bennünket a szolgasság házából, a bűnnek fogságából, és most már teremhetjük a hitnek gyümölcseit, a szeretetnek gyümölcsét, a másikkal való közösségnek a gyümölcsét. Legyen ilyen gyümölcs a mi életünkben, gyülekezetünkben, és Isten áldjon meg bennünket mindezért. Amen. Válaszoljunk, Urunk Istenünk megszólító igei üzenetére. Énekeljük a már megkezdett 425. dicséret második versszakát. A második versszak így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Thank you.
hajtsuk meg fejünket Istenünk előtt, és imádkozzunk. Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, köszönjük azt, hogy a mi életünk általad gyümölcstermő élet lehet. Olyan gyümölcsöt teremhetünk, amely mindenek előtt a te dicsőségedet szolgálja, és megmutatja irántad való szeretetünket és hűségünket. Megmutatja fele baráti szeretetünket. Istenünk, bocsásd meg, ha sokszor hiányoznak ezek a gyümölcsök az életünkben. Ha sokszor olyan gyümölcsöket termünk, amelyet termett egykor a korintusi gyülekezet, az irítségnek gyümölcsét, a versengését, a pártoskodásét. Bocsásd meg ezt a mi szívünkben és a mi lelkünkben. Engedd, hogy mindettől szabadulni tudjunk. Engedd, hogy mindezt felismerjük a saját életünkben, ígéd színe előtt, és ha felismertük, akkor tisztítsuk meg életünket általad és veled együtt, hogy ezentúl olyan gyümölcsöket teremjen ez a gyülekezet, és folytatódjék a gyümölcs termése, amelyekben valóban gyönyörködsz. Ebben segíts meg bennünket, kérünk, légy itt velünk, formáld a mi szívünket, engedd meg, hogy haladjunk a hitnek útján, az úton, amely igen rögös és sokszor igen nehéz, amelyről talán már sokszor letértünk, és aztán vissza. Engedd Istenünk, hogy ott maradjunk, és vágyjunk a te közeledbe. Vágyjunk arra az útra, amely az életbe visz. Ne nézzük a széles utat, amelyen könnyű haladni, amelyen könnyű futni, könnyű a másikat eldobni, és rajta keresztül tovább menni. Nézzünk a keskeny útra, amely bár nem olyan csábító sokszor, amelyen nem olyan könnyű haladni, amelyen szeretni kell és nem gyűlölni, amelyen oda kell tartani a másik arcunkat is, de mégis a végén valami olyan vár bennünket, amelyet nem érdemelnénk, de te mégis odaadod Krisztusért, kegyelemből hitáltal. Ebben áldj meg, kérünk bennünket, gyülekezetünket, közösségünket, kicsinyeinket és nagyjainkat. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért és gyászolóinkért. Te vagy az áldott orvos, te vagy a szívek és a vesség vizsgálója, kötözve mind a testi és a lelki sebeket, adj elfogadó szívet a gyászolóknak, az ágyban fekvő betegeknek. Engedd Istenünk, hogy bízunk a te szabadításodban, bízunk a te hatalmadban. De Urunk, ha úgy is döntenél, hogy ki kell inni a keserű poharat, adj ahhoz is elfogadó szívet és benned való hitet. Ebben áld meg egész létünket, áld meg mindent, ha választottad a népünket. Légy velünk, fiadért, az Úr Jézusért. Hallgass meg imánkat. Amen. Imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük el hitvalló énekünket, a 461. dicséret első verszakát, mindig velem, Uram, mindig velem.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni és vigasztalni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét és hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét, adakozzanak a testvérek jó szívvel, tudván azt, hogy a jó szív adakozót szereti és megáldja az Isten. Az elmúlt vasárnap Isten tiszteleten Isten kegyelméből 29-en voltunk, a persejpénz pedig 241 grémnya és 2000 forint volt. Az Úr megtartó, meggazdagító és féltő szeretete legyen jó szívű adakozó testvéreinkkel. Istentől megáldott, boldog születésnapot kívánunk sok-sok szeretettel a Tiszaújfalui Presbitérium nevében a következő testvéreinknek: idősebb Varga János, Tóth Tímea, Solymos Miklós, Márta Vivien, Kovács Viktória és Varga Katalin számára. Az ő köszöntésükre énekeljük most el a 134. Zsoltár első versszakát, amely így kezdődik: megáldjon téged az Isten. Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket. Az Úr áldja a születésnapos testvéreinket. Hirdetem a gyülekezet számára, hogyha Isten éltet és megtart bennünket, a ránk következő héten a mi alkalmaink meg lesznek tartva, mind a Bibliaóra, mind pedig a vasárnapi istentisztelet. A vasárnapi istentiszteleten nem én fogok szolgálni, helyettesítő szolgálatot fogunk látni a gyülekezet közösségében. A helyettesítő lelkipásztor Nagy István nagytiszteletű úr lesz. Fogadjuk őt nagy szeretettel, fogadjuk olyan szeretettel, amellyel szeretjük egymást is, amellyel szeret bennünket Isten. Az Isten tisztelet nem a megszokott időben, nem 9 órától fog kezdődni, hanem délelőtt 10 óra 30 perctől fog kezdődni. Nagy István tiszteletes így fog ideérni majd. Tehát 10 óra 30 percre fog ideérni Nagy István tiszteletes, és ekkor fog kezdődni majd az Isten tisztelet. A Biblióra a megszokott időben lesz megtartva, melyre nagy-nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Alkalmunk zárásaként énekeljük el a 477. dicséretet. A 477. dicséretet énekeljük. Annak mind a 3 versszakát énekeljük el. Az első versszak így kezdődik: Isten szívén megpihenve. Thank you.
Pásztor Zsolt vagyok, a Tiszaújfalu és a Tiszaásványi református gyülekezeteknek a beosztott lelkipásztora. A Tiszaújfalui gyülekezet azt gondolom, hogy talán az egyik legkülönlegesebb gyülekezet, amelyikben eddig még szolgáltam és szolgálatot teljesítettem. Különleges abból a szempontból, hogy egy nagyon fiatal gyülekezetről van szó. A templom 1995-ben épült, azelőtt házi istentiszteleteket tartottak egy-két évvel azelőtt, tehát egy fiatal gyülekezetről van szó. Különlegessége az, hogy kis gyülekezetnek számít a maga 270 fős létszámával, és különlegessége is, ami a legfontosabb jellegzetesség az, hogy élni akar ez a közösség, élni akar a falu, élni akar a gyülekezet, igazából sokszor a kettőt el sem lehet választani egymástól, sem a közösséget, sem pedig a gyülekezetet. Sok program közös, sok mindenben egyetértünk, sok mindenben együtt munkálkodunk, akár a gyerekeknek a gondozásában, a gyerekekkel való foglalkozásban, de úgy a programok megszervezésében, ami egyfelől azt eredményezte a gyülekezet közösségében, hogy egy nagyon összetartó gyülekezet, egy nagyon segítőkézés, azt hiszem, hogy egy Istennek tetsző gyülekezet, amelyben a szolgálat és az egymás iránti szeretet kapja a legnagyobb hangsúlyt. Ebben a gyülekezetben szinte a templom takarítástól kezdve a templom harangozásáig minden szolgálat, önkéntes szolgálat, az emberek így adják oda azt, amit az Istennek oda szentelnek, ebben a formában is. Komolyan veszik azt, hogy nem csak az anyagi szempontból adják oda. Tehát egy összetartó közösségről van szó, amely a problémákkal és a nehézségekkel is ebben a lelkületben és ebben a szellemben néz szembe. Nehézségek vannak ebben a községben és ebben a közösségben is, mivel kis község és kis gyülekezet is, így nincs még csak elemi oktatás sem, a gyerekek számára nincs óvoda. A szülők, nagyszülők, akik gondot viselnek a gyerekekről, azok általában vagy Eszenybe, vagy Tiszaásványba viszik a gyerekeket, mind óvodába, mind tanítatni. De mégis ezektől eltekintve, ezeket kicsit félrerakva azt gondolom, hogy egy olyan élhető közösséget láthat itt az ember, és egy olyan élni akaró közösséget, amely példája lehet nagyon sok közösségnek, példája lehet nagyon sok embernek és nagyon sok gyülekezetnek is akár. Azok a nehézségek, amelyek ezt a gyülekezetet és igazából szinte minden gyülekezetet, közösséget elértek, az elvándorlás, az embereknek nagy részének való külföldre költözés, a családok széthullása sokszor ezt is elérte. Vannak szomorú és fájdalmas példák, amelyekből tanulunk, amelyekkel próbáljuk azt is megélni, és azt is úgy átélni Krisztusnak parancsát, mely szerint egymással vállaljunk közösséget, ne csak az örömben, ne csak a boldogságban, hanem legyünk ott a nehézségekben. Így próbálunk minél több programot szervezni a gyerekeknek, akár a Biblia hétről volt szó, épp a múlt héten volt megtartva, vagy a vasárnapi iskolákról, a hétközi ifi alkalmakról, amikor a fiatalok úgy egybe gyűlhetnek, érezhetik azt, hogy van egy családjuk, akik mellettük van, van egy olyan családjuk, akikre mindig számíthat, egy olyan közösség, ahol nem kell szégyelniük saját magukat, nem kell félniük attól, hogy amit kimondanak, a szányrakélés pletykatárgyával válik. Valóban egy olyan élhető közösség jött itt létre, ahol mindenki testvére a másiknak. Lehet, hogy nem a vér köt össze bennünket, de összeköt valami sokkal fontosabb, a Krisztusnak szeretete és a Krisztusban való igaz hit, amely megtalálható ebben a gyülekezetben, építi ezt a gyülekezetet. Ez természetesen abból is adódik, ahogyan mondtam, már egy fiatal gyülekezetről van szó, 25-30 éves gyülekezetről, amely szinte a gyülekezeti élet minden terén megmutatja azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni, milyen dolgokat lehet megvalósítani, mindezt önerőből, hogyha az emberek összefognak. Nem kellenek hatalmas tömegek, nem kellenek hatalmas tolongó sorok egy-egy feladat elvégzéséhez, hogyha néhány ember úgy fog össze, hogy abban nem a saját dicsőségét keresi, nem a saját meggazdagodását, hanem valóban szolgálni szeretne az Istennek, és szolgálni szeretnének egymással,
akkor csodálatos dolgokat hozhatnak létre. Ez a gyülekezet egy ilyen csodálatos dolog, amit itt látnak, amit itt megtapasztalhatnak, akár a templom, a parókia épülete, az a tér, amely körbevesz bennünket, a játszótér, vagy még sorolhatnám hosszan a dolgokat, az mind-mind úgy valósult meg, hogy az emberek összefogtak, az emberek oda tették az életüket, az idejüket arra, hogy ne csak a saját életüket javítsák, ne csak a saját életéről gondoskodjék, vagy a saját nemzedékéről, hanem gondoljon a jövőre, gondoljon mindarra, ami még előtte áll, és gyermekei előtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a gyülekezet egy olyan gyülekezet, amelyre büszkén nézhet egyházunk, és büszkén nézhet mindenki, aki ellátogat hozzánk.